Tavaly bizonyítottam be, hogy titokban a kormány pénzeli az alapjogokért központot. Hogyan? Az adatigénylésre nem küldték az iratokat, azt mondták, betekintetek. Mondom, jó van, oda megyek, lefotózom. Délben értem az épülethez, 50 ekkora mappabárt, meg két jogász, hogy ők felügyelik, amit csinálok, mert egyébként nem fotózhatok. És akkor néztek, hogy mi erre a reakció. Hát kértem papírtollat, és mondtam, hogy remélem hoztak hideg élelmet, itt leszünk, amíg le nem írtam mindent. Ott voltunk este 6-ig. Nem itt terveztem a napomat, de szerintem ők sem. Kb. 14 éves voltam, amikor eldöntöttem, hogy újságíró szeretnék lenni. Mindig olvastam a HVG-t, értettem, hogy ez a vezérigazgató vagy az az államtitkár lopja a pénzt, de miért nincs ott, hogy akkor ez egy csirkefogó? Úgy gondoltam, hogy ezt odaírnám, akkor én lennék a legjobb újságíró. Aztán, amikor elkezdtem tényleg újságíróként dolgozni, rájöttem, hogy fordítva ültem a lovon. Pont nem az a lényeg, hogy össze-vissza alaptalanul vagdalkozzunk, hanem az, hogy olyan bizonyítható állításokat tegyünk, amik tényleg lerántják a leplet a csirkefogókról. Nemrég egy nemzetközi oknyomozó projektben vettem részt, amiben a kiszivárgott dubai ingatlan tulajdonosok listáját dolgoztuk fel. Találtam is egy magyar férfit, akinek Dubajban ingatlan vagyona van, miközben a magyar adóhatóságnak 104 millió forinttal tartozik. De nem ő okozta a meglepetést, hanem Nyerges Zsolt. Nem az volt az érdekes, hogy Nyerges, aki az egyik leggazdagabb magyar, megengedheti magának, hogy luxus apartmant vegyen Dubajban, hanem az, hogy nem élvezi. Amikor felhívtam, azt panaszolta, hogy homokos szél fúj az erkélyére.